Sziasztok, srácok, ez valamikor üdvözlök mindenkit. Én Patrik vagyok. Ebben a mai videóban meg fogom mutatni nektek, hogyan tudjátok modolni a fazmafóbiát. És persze, hogy pont most mint egy kibaszott kocsi. Szóval a mai videóban azt fogom mutatni nektek, hogyan tudjátok modolni a fazmafóbiát és felturbúzni kicsit a grafikát benne. Először is a leírásban található weboldalra gyertek fel, ami el fog vezetni ide, vagy írjátok videó a Google-ba, hogy rish7.me. Mindjátok arra, hogy download, és töltsétek le, erre a gombra kattintva. Ez letöltődik. Fontos, hogy legyen letöltve a fazmafóbia, illetve ne aggódjatok, hogy esetleg komplikációk lépnének fel a modolás során, vagy esetleg nem működne utána a játék, meg fogom mutatni, hogyan tudjátok letörölni, szóval nem egy bonyolult dolog. Illetve az fontos leszögezni már a videó legelején, hogy olyan emberek töltsék le ezt a modot és használják ezt a grafikai tuningot, akiknek azért viszonylag erős gépük van, ezt mindenki döntse el maga. Azért itt mégiscsak egy grafikai modolásról van szó, tehát előfordul az, hogy gyengék gépeknél azért összeomlik a rendszer meg hasonlók. Most hát akkor vágjunk is bele. Szóval akkor nyissuk is meg ezt a Rish7 Setup nevezetű exe file-t. Ezt igazából már be is zárhatjuk. Itt várjunk egy kicsit, itt már meg kell várnunk, még megjelenik a fazmafóbia. Igen, ez van, hogy eltart egy kis ideig, emiatt nem kell aggódni. És hogyha bejelennátok esetleg, hogy fazmafóbia, és megtaláljátok, az is jó, ha esetleg nem, akkor csak keresítek ki ott a fent látott listából. Választjátok, hogy ugye a fazmofóbia, és menjétek arra, hogy next. Itt érdemes ezt kiválasztani, a legújabb DirectX verziót, a többivel nem próbáltam, szerintem ne próbálkozzatok velük. Itt nagyon fontos, hogy nekem most azt fogja kiírni, hogy modify vagy uninstall, mert nekem fel van már telepítve, én most arra fogok rámenni, hogy modify. Itt ezt ki tudjátok választani, hogy a presetet hova telepítse, igazából itt menjetek arra, hogy skip, vagy arra, hogy next, amire szeretnétek, én most ezt skipelni fogom. Ezek után itt ezeket ki fogja adni. Én azt mondom, hogy telepítsétek fel azt, ami nektek tetszik, de ahhoz, hogy minél több dolgot be tudjatok majd állítani a grafika terén, én azt ajánlom, hogy telepítsétek fel mindegyiket, így biztos, ami biztos, rengeteg opció közül tudtok majd választani, hogy nektek melyik tetszik jobban, melyik grafikai elem fut jobban. Úgyhogy én azt mondom, hogy pipáljuk be az összeset, természetesen, hogyha valamit nem szeretnétek, el tudjátok olvasni, mi mit csinál, azt nem rakjátok be, én például ezt a VR Toolkit-et. Ezt nem raknám egyébként bele most, hogy így nézem, mert VR-ban nem nagyon szoktam játszani. És akkor menjünk is arra, hogy next. Itt most rengeteg dolgot így fel fog dobálni, itt mindegyiknél kattintsatok arra, hogy next, next. Ez egy kis ideig el fog tartani, mindent okézzatok le, majd next-eljetek le. Itt is. Majd rányomtok a finishre. Ezek után szépen bementek a játékba, megkeresitek ugye a fazmafóbiát. Elindítjátok. Itt már simára rámentek. VR-ban nem tudom, hogy működik-e ez a grafikai modolás, ezt nem próbáltam. És azért VR-ban elég rendesen meg is pörgetni a gépet, szóval egyelőre én azt így nem nézném meg. Igen, ilyenkor nem kell megijedni, hogyha beléptek a játékba, és ezt látjátok itt felül. Ez azt jelenti, hogy sikeresen feltelepítettétek a Rish7-et, úgyhogy emiatt nem kell parázni. Ez egy jó jel, hogy ez már működik, szóval semmi ok az aggodalomra. Igen, itt lehet, hogy egy kicsit sokáig fog tölteni, mert most lényegében az összes létező ilyen grafikai modos elemet betölti, hogy ezt mi később tudjuk használni. Úgyhogy a töltés idő az lehet, hogy kicsit hosszadalmas lesz, de bent is vagyunk. Amint az látható, nekem már be van pipálva egy-két dolog, azért néz ki így a játék, ahogy, de itt nem mutatom nektek, nekem ezek vannak bepipálva, aki esetleg azt szeretné használni, amit én. De akkor ezeket ki is veszem, és látjátok itt a háttérben egyébként már változnak a fények, meg egyébként a grafika is. Okés. Na és akkor szépen, hogy ezt a menüt egyáltalán be tudjátok hozni, ezt elfelejtettem mondani. A billentyűzeten meg kell nyomni a Home gombot, ami a nyilak fölött, tehát a sima nyilak fölött középen van, rá van írva, hogy Home, tehát H-O-M-E. Ezt megnyomjátok, ez itt be fog nektek jönni, előjön egy kis ablak, hogy tutorial, menjetek arra, hogy skip. Majd hogyha ez bejött, itt jobb oldalt lent kattintsatok arra, hogy performance, és ezt pipáljátok be, mert anélkül lagolni fog eszeveszetül a játék, és csomószó fog crashelni. Ezek után itt kedvetek szerint be tudjátok pipálni, hogy mi tetszik nektek és mit szeretnétek változtatni. Érdemes végigmenni az összesen, mondjuk egy fény fele fordulni és megnézni, hogy ez mit változtat. Mutatok rá egy példát, ezt mondjuk benyomom.
ez ezt csinálja, benyomom, ez nem tudom mit csinál, ezt benyomom, ezt sem tudom mit csinál, ezt benyomom, ezzel élesebb lett a grafika, ezt benyomom, hát ez egy elég érdekes dolog, ezt inkább úgy nem használnám. Ez nem tudom mi a fasz, de hogy what the heckért van benne ilyen? És a játék az jelenleg így néz ki. Szerintem sokkal menőbb lett. Úgyhogy itt szépen... Igazából ennyi.